Július 21-én csütörtök este hozták nyilvánosságra az idei felvételi ponthatárokat, így kiderült, ki hol folytathatja tanulmányait szeptembertől. A székesfehérvári felsőoktatási intézményekben ezután sem áll meg az élet, hiszen a budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári kampusza, az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kar, valamint a Kodolányi János Egyetem is a pótfelvételikre készül. Előbbiek közül a Corvinus Egyetem számít kahuktojásnak, hiszen a jelen állás szerint náluk nem lesz pótfelvételi a székesfehérvári intézményben. Az egyetem stratégiája jelen pillanatban ugye az, hogy egyfajta hallgató-oktatói arányt csökkentsünk, és ezáltal ugye az oktatás minőségét szeretnénk növelni. És ugye a székesfehérvári kampuszon induló két képzésünk az pont olyan ponthatárral történő bekerülést eredményezett, ami a másodlagos célja a Corvinus Egyetemnek, mégpedig az, hogy a optimális csoportlétszámokkal dolgozunk. Az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kar alapszakjaira, állami ösztöndíjas helyeire is várja a pótfelvételire jelentkezőket. Pótfelvételit indítunk mindegyik alapszakunkon, fölmérő földrendezőmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, villamosmérnök alapszakokon. Itt állami és állami támogatott helyekre is lehet jelentkezni, most pótfelvételiben is, illetve önköltségesre is, és mesterképzésen a mechatronikai mesterképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésben a mérnök informatikus asszisztens szakra csak önköltséges képzésbe lehet jelentkezni. A Kodolányi János Egyetem szintén várja a pótfelvételire jelentkezőket alapképzésben, mesterszakon és felsőoktatási képzésben egyaránt. Fehérváron hagyományosan erős az előadó művészeti képzés, tehát a különböző ágazatai a jazz zenének, jazz ének, jazz gitár, jazz dob, zongora szakokra várjuk a hallgatókat, és hát a gazdaságtudományi képzéseink is meglehetősen hagyományosak, népszerűek, erősek. Ez a gazdálkodási és menedzsment szakot jelenti, a turizmus vendéglátást, amiről az érdemes elmondani, hogy országosan az első ilyen jellegű szak volt Magyarországon, tehát a felsőoktatásban. A felsoroltakon kívül bölcsészettudományi karon a közösségszervezés indul még nappali és levelező szakon, valamint távoktatásban a Kodolányi János Egyetemen. A pótfelvételi jelentkezési időszak egységesen július 26-ától augusztus 5-éig tart. Fontos információ, hogy a különböző szakokon nem változnak a ponthatárok az előzetesen megállapítottakhoz képest, így érdemes olyan szakra jelentkezni a pótfelvételi eljárás során, amelyen a jelentkező elérte a bekerüléshez szükséges ponthatárt.